az első kanyar. Első kanyar, azt utána meg hihihi, szevasztok, majd hozom a trélert. A hanyadik helyről megyek, vajon? 13. Yes, yeah. A srác jó időt ment. Aha, igen, néztem. Mivel? Olyan jó időt ment, hogy ki se bírta írni neki a gírt. Ja? Hát ez alap. Minuszban nem tud menni. Alap. Hány kör lesz? 5. 5 csodálatos kör. Srácok, te itt voltál előbb, mikor a Windows aktiválásról beszéltünk? Nem. Nem te kérdezted, hogy hol lehet venni kulcsot? Vagy hogy mondjam... Kérdeztem, hogy vennék itt, ja. Na, megtaláltam az oldalt, majd átküldöm. 5000, vagy 20, 21 dollár. Nem sok. Most csináltam meg. Küldik e-mailbe a kulcsot, beregisztrálod. Annyi, hogy nekem kell utalni a pénzt. Ja, bocs, nem tudtam. Lekérem. Eljárni, soha semmit nem vettem. Átküldöm a linket. És tudod, majd kapsz egy izét, egy KM Speak nevezeti programot. Igen, azt kell említeni. Ja. Ezt feldobod, bátyja, és akkor utána eredeti lesz. Még be is mehetsz a Microsoft Store-ba regisztrálni. Meg. Én nem mész. Na, nem, én nagyon rajtoltam, mint így Isten állok. Nem az igazi. És most jön, és lök ki, és lök ki, és lök ki. Hát ki vagy te? A nagy lökősnek a kisfia. Szerinted... One link back. Still one back. 8 másodperc utolsó, az utolsótól annyiba vagyok bemaradva. Bocsánat, de nem, nem akartam megkocolni, csak onnan próbálkozok egy ilyen alávágással. Majd összejött egyébként. Ezennek sokan vagyunk, mindenki ide jön. Egyébként igen. De nem. Vagy kéne magasabbra állítani ezért a limitet, hogy kijöjjön, kijöhet be. Ez elég egészen nem van. Gyere hátra. Itt van előttem Ábel. Te meg kettővel mögöttem, Sucu. Egy, illetve egyel mögöttem. Úgy bemaradtam most. Egyet tudtam visszaelőzni, még ilyet. Ezt a kanyart vagy nagyon megtisztelem. Vagy nem veszed be. Vagy nem. Jön bevenni. Jó, most a tisztelés volt inkább. Valaki meg kitettek a izébe Box utcába. Jó, mondta akkor is kivent a boxba. Ja, az ura, tudtam is nem. Volt már nekem is olyan, hogy... Nem fékeztél itt ekkorát, bazdmeg, ez padlóvázos kanyar a tüdös kicsába. Mert is most meg berakják mellém. Valahogy át kéne ezeket ugrani Ábel. Igen, át kéne, megy most be. Ne is érzed, várj meg. Húha! Lehet, hogy nem rossz taktika. Sose gondoltam. Csak az a baj, hogy hárman vannak, és na, akkor mind a három más izébe. Támadnak folyamatosan egymást, aztán. Tehát mindenféle ívet elfoglalnak, még a legrosszabbat is. Én most betettem. Láttam. Nem ötödik. Te kicsérben vannak a csalak? ABS van, meg Traction Time.
Már csak egyet nem tudtál volna bekapcsolni. Ja. A következőnek kikapcsolom. Összeset? Jó. Az nem baj. Nem baj az, hát inkább most az, hogy... Döglössenek. Ha nem. Mehetted vagyok. Örülök, örülök. Bazd meg. Hát ilyen aztán már nincs. Há? Én mindenben mire jöttem most? Ja, hogy ezért fékeztek itt ekkorát, jó van? De nem így kéne működni ennek a kanyarnak majd meg. Tudom, az fékező is kanyar. Hát nem ír. Hivatalosan. Igen, azért. Az így kérdeztem. Hátsó jobbasban, és utána ugye van az a törés benne, ott nagyon jól jön az ABS, bár én vagyok a jön, nem tudom bekapcsolni, mert úgy van beállítva. Alapvetően. Szegény, biztos végszitte most a családfámat. Kör ebből a szarból. Ja. Írtam Steve-be. Nem így csak volna. Néztem. Olvastam. Benne vagyok. Vasárnapra jutott ki. Nem, napot nem írtam. Nem, a Nano azt mondta, hogy pénteken, jövő hét péntekre. Próbálja meg majd. Az egy órás futamról van szó, ugye? Vagy hát, hogy valami hosszabb. Mint a pénteken. Így jó, így. Még akkor nem nagyon jártál fel, itt én írtam ki ilyen 20 köröseket naponta. Igen, volt 2 óra folyamatos versenyzés. És miért szokott meg? Biztos a kérdéség. Nem tudom, hogy én miattam minden, amikor tanítottam be, mindig eszembe jutott egy pálya, egy kocsi, és akkor kiírtam egy órás versenyt. Amikor tanítottam bent, jó, gyerekekkel a túl. Hát hogy nagyon sokat rúgsz. Igen. Vagy nagyon feladod, mert remeked lesz az egész bőhírben. Vagy ha kilőknek. Tegnap részt vettem egy
40 perces futamon, tehát nem kör volt, hanem idő volt beállítva. Ilyen TC volt, és ez a barcelonai pályán. Hát voltam harmadik pozícióba is, meg voltam utolsó is, és a végén bejöttem hetediknek. Hát igen, már most itt van 5 kör. Felinék kiléptem volna szívem szerint, csak abban a hitben voltam, hogy pontozós. Na, mondom, jó van, akkor végnyom. Erre fel végment, az nem volt pontozás. Úgy felkúrta az anyamat, amikor egy csávú így olyan szinten izé felém rongyolt, hogy ha abban nem volt semmi szándékosság, akkor nem tudom mi. És muszáj voltam menni izé szerelni azt. Belém rongyoltak. Úgy, hogy a második helyen voltam és a 20. rongyolt belém, mikor lepöröztem. Az sem volt szándékos. Ezeket tudtam, miért nekem is volt, hogy hát csoltad el, megvárja az Nem tudom, ezt valahogy úgy kéne megoldani, hogy tehát ilyeneket valahogy nézne a játék, vagy valaki, azt akkor vittem egy ilyen, egy hetes eltiltás, vagy valami a játéktól tudod. Nem lenne gond, csak lehetne ezt tiltólistát csinálni, saját tiltólistát, és azt nem engedni be a játék a szerverre, amit csinálsz. Igen. Tehát az lenne rá a megoldás. Mert akkor mindenhol nem kitiltanának, baszki. Menj már innen megülem, dik, sicuk. Nyerőn úddal. Az szépen átvágta. Jó. Azt hittem még lesz egy kör.